Január 1-én Petőfi Sándorra emlékeztek a költő Marosvásárhelyi szobránál. Az eseményen félszázan vettek részt, a szónokok az idei polgármesterválasztást emelték ki beszédeikben. Bizony fű a nép, Szabó László református lelkész hirdette az igét annak a félszáz marusvásárhelyének, aki új év első delén kilátogatott a marusvásárhelyi Petőfi szoborhoz, a költő születésének 197. évfordulóján. Az eseményt az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete hirdette meg. Petőfi Sándor a szabadság szerelem költője. Nyilván a szabadság az minden közösség számára egy egyetemes érték és ennek jegyében mindig visszatér a költő, mi az MK koszorújára ezt a feliratot is tesszük, és mindig üzeni azt, hogy az embernek fontos, hogyha a lelkismetével elszámol, hogyha szabad, és ennek jegyében, főleg egy választás évben ez egy fontos üzenet. Ennek fényében az eseményen jelen volt és beszédet mondott Sós Zoltán, az RMDS által támogatott polgármester jelölt is. Hitem szerint egy ilyen nagy, nagyszerű ember nyilván nem vállalt volna más sorsot, csak a bajtársakkal együtt. Ezért a nemes célért, eszmér, a szabadságért elpusztulni, meghalni, vállalta ezt az áldozatot, és pont azt üzeni, hogy nem a kis hitőeké a jövő, hanem azoké, akik fölvállalják a küzdelmet, és változtatni akarnak. Így ezt akarjuk Marosvásárhelyen 2020-ba. Beszédet mondott a Marosvásárhelyi RMDS szervezet korábbi elnöke, Vas Levente képviselő is. Ő is Petőfi példájával magyarázta jelenlétét az ünnepi megemlékezésen. Fiatalos lendületet hoz évről évre, január 1-én, az év első napján, ugyanakkor bölcsességet is. Meg kell tudnunk bocsájtani mindazoknak, akik esetleg az árnyékban nülve az elmúlt években nem segítettek, de lehetőségként is kell kezeljük ezt az évet, hogy összefogva Marosvásárhelynek, Erdélynek fejlődést és jobb életet hozzunk, mind társadalmi, mind pedig nemzeti szempontból. Marosvásárhelyen 20 évvel ezelőtt 2000-ben állítottak szobrot Petőfi Sándornak a nemzetköltőjének az Arany János és a korábbi Kossuth Lajos utca találkozásánál. Petőfi Marosvásárhelyt érintve indult a Fehér Egyházi csatába, ahol eltűnt, mindmáig tisztázatlan körülmények között feltehetően életét vesztette.